A kuflik és egy... Szóval a kuflik és egy zsibbadó dudol. Minden csupa lotymánc és szipony. Úgy látszik, kiújult a makacs ugró tudor zsibbadásom. Panaszolta egy őszi reggelen Béla bá, miután nagyokat szuszogva kimászott a lakó ürege ajtaján. Hát nem csoda, az én ágairól is csöpög az az undok, hideg nyirok, mondta a beszélő fatuskó. Béla bá felvette a ballonkabátját, a fülvédőjét, és kezdte húzni. Jobb lesz, ha teszek egy rövid sétát. A mozgás mindig segít az ilyen nyavajákon. Mondta, és azzal elindult sétálni. De olyan lassan haladt, hogy azt a részt inkább átugorjuk. Béla bá, játszunk kőpapírollót! Ha-ho, Béla bá! Nem tudjátok, hol lehet Béla bá? Sétálni ment! Ó, csak nem esett valami baja, törvelte kezét Hilda. Az is lehet, hogy eltévedt, sopánkodott Pofánka. Ez! Nyomozzuk ki, hol lehet? Szökkent fel a fűből Titusz. A kuflik rövid készülődés után sietve elindultak. Ajaj, elvesztettük a nyomot! Torpant meg hirtelen Titusz. Kit kerestek? Szólalt meg egy drótlábú haharca fejük felett. Béla bát! Válaszolta neki Titusz. Láttam őt egy peckes nyúlbogárral beszélgetni, mondta a haharc. Egy doktort keresett. Valami doktor Fú, vagy Brú. Nem emlékszem pontosan a nevére. Borzolta fel a tollait a haharc. Doktor Furdancs? Doktor Futrinka? Doktor Fukar? Doktor Fuszújka? Doktor Fuszekli? Egyik sem! Talán... Furcsa. Doktor Furcsa. Talán Doktor Furcsa? Ez az! Doktor Furcsa! Doktor Furcsa. A zsibbadások és bizsergések szakértője. Itt vagyunk, mondta Titusz, és meghúzta a csengőt. Ki az? A kuflik vagyunk, és barátunkat, Béla bát keressük. Jó helyen jártok, gyertek bele. Doktor Furcsa vagyok, ez a rendelő. És hova Béla bá? Itt vagyok. Szólalt meg Béla bá hangja az egyik szék felől. Nos, igen, a barátotok most átmenetileg egy kicsit láthatatlan. Láthatatlan? Értetlenkedtek a kuflik. Ez a teknőc tokabogyó mellékhatása. Köztudott, hogy ez az ugró dudor zsibbadás leghatásosabb ellenszere. Béla bának zsibbad az ugró dudora? Csodálkozott van. Ti miért beszélgettek úgy, mintha itt se lennék? Ne haragudj, még nem szoktuk meg, hogy láthatatlan vagy. Egyelőre nekem is elég különös érzés. Induljunk! Még haza kell érnünk, mielőtt véget ér ez a történet. Mondta ekkor Titusz. A viszontlátásra. A kuflik sietve elbúcsúztak Doktor Furcsától, és hazaindultak. Na, megtaláltátok a barátatokat? Kérdezte a drótlábú haharc, amikor a kuflik a közelébe értek. Persze, itt van velünk! Válaszolta Titusz. Nem látom. Rázta a fejét a madár. Nyugodj meg, mi sem. Mondta neki vidáman Valér. Ezek teljesen meghibbantak. Gyerekek, úgy hallom, hogy hozzás sikerrel jár. Állapította meg a beszélő fatuskó, amikor a kuflik végre letelepettek a kupac tetején.
Közben Béla bá ismét látszódni kezdett egy kicsit. Ha rám hallgatsz, nem változol vissza, te teljesen. Mondta neki Zödön. Így, bármikor túrhatod az orrodat, senki sem látja. Ezt még azért fantalóra veszem. Viszont akkor soha többé nem lehetne veled kőpapírollót játszani. Sóhajtotta szomorúan Valér. Ez igaz? Délután aztán Béla bá majdnem teljesen láthatóvá vált. Na, annak úgy örülök, hogy a zsibbadás nem tért vissza. Mégiscsak tudja a dolgát ez a doktor furcsa. Biccentett elismerően pofánka. Azért ezen túl gyakrabban megyek ugrándozni az elhagyatott rétre. Mi meg majd? Nyomozunk utánad, kiáltotta vidáma Valér. Persze, csak is egy igazi nyomozó vezetésével. Tette hozzá jelentőség teljesen Titusz. Aztán gyorsan elindult, hogy megkeresse a pipáját, amit az imént meggondolatlanul eldobott valahová. Á, gyerekek, én nem tudom. Hova furcsák lettek ezek a kuflik? A kuflik és a máshogyoszkó. Közönséges őszi hétköznap volt. Kövér felhők vonszolták hosszú árnyékukat a rét felett. Minden szürke volt, és valahogy olyan kedvetlen. Ajajajajajajajaj! Sóhajt a fityirc, és a bal zsebéből a jobb zsebébe rakta kedvenc lila gombját, ám ebben a pillanatban... Hívtál? Hát itt vagyok. Mondta a Sámli, és ugrott egyet a levegőben. Tévedsz? Nem hívtam, senkit sem. Dehogy nem. Azt mondtad, hajajajajaj, aztán átraktad a lila gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe. Nem tudtam, hogy ezzel ide lehet varázsolni egy Sámlit. Vonogatta a vállát Fityirc. Én nem Sámli, hanem egy máshogyoszkóp vagyok. Ez a foglalkozásom. Aki rám ül, az meglátja, milyenek a dolgok. Milyenek? Hát épp ez az. Másmilyenek. Mosolygott a Sámli. Máshogyoszkóp, haver! Akarom mondani, a máshogyoszkóp. Gyere, próbálj ki. Na jó. Fityirc, ahogy leült a Sámlira, máshogyoszkópra, hirtelen az egész rét nagyon, de nagyon furcsa lett. Minden ilyen különös, kérdezte rémülten Fityirc. Most olyannak látsz mindent, ami ennek magát képzeli, mondta a Sámliszkóp. Ekkor Fityirc két fura alakra lett figyelmes. Az egyikük kalapja Béla báéra emlékeztetett. Szia! Köszöntek rá Fityircnek. Milyen jó kis Sámlit találtál magadnak! Ahogy Fityirc felállt, a két idegen Béla bává és Valérrá változott. Elnézést, a máshogyoszkópon ülve nem ismertelek meg benneteket. Azt hittem, ez egy Sámli. Szögdítsen közelebb Valér. Nem hiszem el, hogy ilyen nehéz volna megjegyezni a nevem. Máshogyoszkóp vagyok. Gyertek, próbáljátok ki. Bíztatta barátait Fityirc. Meglepve Béla bá. Ott az az óriási valami például ki lehet? Mutatott egy muszkins lényre Valér. Mit bámultok, srácok? Talán van valami szokatlan rajtam? Bámult rájuk Titusz. Erről a máshogyoszkópról nézve elég fura voltál. Nevetgélt Béla bá. Ha ráülsz, majd meglátod. Ezt ki kell próbálni. Hú, a mindenit. Tisztán, amit ha álmodnék. Te,
Ilyeneket szoktál álmodni? Kérdezte rémülte Valér, aki alig tudott elhajolni egy éppen arra ugráló furcsa valami elől. Itt jön egy másik is! A sámlinülők mind a fűbe borultak. Ó, a macska rúgja meg! Hiszen ez Hilda és Pofánka. És mi ebben olyan meglepő? Ha ide ülsz mellénk, majd megérted, mondta Titusz. A kuflikin már Hildával és Pofánkával együtt visszatelepedtek a sámlira. Csak Fityircnek nem jutott már hely. Én már úgyis eleget láttam. Na most nézzétek meg Fityircet! Minden nagyon furcsa. De Fityirc pont olyan, mint máskor. Mi ebben a különleges? Talán elromlott a máshogyoszkó. Azt kikérem magamnak, pupák! Biztos, hogy nem romlott el! Rázta a fejét Bélabá, és Fityirc háta mögé mutatott. Egy egészen apró lény közeledett a fűben, vacsóska levelet vonszolva maga után. Szia, zödön! Köszönt a lénynek könnyedén Fityirc. Ez tényleg ő? Üledezett Pofánka. Keljetek fel a sámliról, és meglátjátok! Bólintott Fityirc. Amikor felálltak, barátai alig hittek a szemüknek. Mit csodálkoztok? Értetlenkedett zödön. Sosem láttatok még éhes kuflit. Máshogyoszkópról nézve még soha! Rázta fejét Titusz. Gyere, próbáld ki te is! Felőlem, úgy sem ültem még mákonyos pókon. Már késő! Lejárt a munkaidőm! Ma már ne is ívjatok többet! Azzal eltűnt, mint légy a levesben. Hát jó, akkor folytatom a vacsóska gyűjtést. Mi meg elkísérünk, verte hátba vidámon Titusz. Útközben megjátsszuk azt, hogy úgy nézünk ki, amilyennek látni szeretnénk magunkat, ha valaki olyan lennénk, aki minket néz. Kiáltotta lelkesen Pofánka, mikor elindultak. De mivel ebből senki nem értett egy szót sem, ezután inkább kergetőztek meg bujócskáztak, míg el nem fáradtak mindannyian. A kuflik és a pofavágó verseny. Egy őszi hajnalon Valér korán ébredt. Nem madárcsicsergésre, nem zödön horkolására, még csak nem is arra, hogy dörög az ég, hanem egy ötletre. Pofavágó verseny! Azzal már rohant is, hogy elmondja a többieknek. Jó reggelt! Rikkantotta Valér. Dörmögte álmosan zödön. Jó reggelt! Lelkesedett Valér. Nyújtózkodott Pofánka. Jó reggelt! Kiáltotta Valér. Hé! Ébredt riadtan Titusz. Jó reggelt! Rázta fel Hildát Valér. Mi az? Értetlenkedett Hilda. Jó reggelt! Kiabálta Valér, mert Bélabá köztudottan nagyot halló. Jaj! Mi történt? Lepődött meg Bélabá. Jó reggelt! Ébresztette Fityircet Valér. Éjjel is, reggel van. Elmélkedett Fityirc. Jaj, mi történt már megint? Nyafogta Pofánka, amikor mindannyian kiszédelektek a kufli üregükből. Zseniális ötletem támadt. Ez a hajnali ébresztés az? Kérdezte mogorván Titusz. Dehogy, egy pofavágó verseny. Nincs az ilyesmihez kicsit korán? Kérdezte álmosan Hilda. Még nem is reggeliztünk. Dörmögte zödön. Úgy emlékszem, te éhgyomorra különösen remek pofákat tudsz vágni. Nekem még fel sem ébredtek a pofavágó izmaim. Motyogta félálomban Fityirc. Az pedig nagyon veszélyes. Ismertem egy tapír, aki egyszer kora hajnalban próbált pofákat vágni. Hát, aztán úgy maradt, mondta Bélabá. Ez meg hogy történhetett? Begörcsöltek az izmai, napokig vicsorgott, és kilógott a nyelve. Nagyon szenvedett szegény. Vajon miért vágott pont ilyen arcot? Érdeklődött Hilda. Úgy emlékszem,
egy fagyit nyaló mókust próbált utánozni. Magyarázta Béla bá. Szerintem a mókusok sosem szoktak fagyit nyalni. Akkor sem, ha melegük van. Erdőkben nem árulnak fagyit. Ennyi az egész. És mi van, ha a mókus készít magának? Kérdezte Fityérc. Mégis, szerinted miből tudna fagylaltot csinálni egy mókus? Nyilván, magyaróból, mondta meg a vállát Fityérc. Csak hogy a fagyihoz nem elég ám a mogyoró, ahhoz tölcsér is kell. Itt a közelben tölcsér bokor is akad. De ez az elhagyatott rét, és mi most egy erdőben élő mókusról beszélünk? Nem! Mi a pofavágó versenyről beszélünk? Kiáltott közbe Valér. Akkor most tényleg az van, hogy utánoznunk kell egy fagyizó mókust. Pont reggeli elő. Ez már a verseny? Zödön egy személyes mókus verseny. Elég már a mókusozásból. Miért? Szerinted mit nem volna fura utánozni ilyenkor? Talán egy fókát? Fókát? Miért volna kevésbé furább hajnalban egy fóka, mint egy mókus? Mondhattam volna rókát, vagy akár csókát is. A legfurább az egészből úgyis a fagyi. Szerintem fókát utánozni sokkal nehezebb, mint a rókát. A csókáról nem is beszélve. Megmutatnád? Szívesen, akár nem, mindegyiket. De a róka szerintem inkább ilyen arcot vár. Mit csináltuk itt ilyen korán? Dugta elő a fejét Mohamanyi. Csak nem pofavágó versenyt rendeztek. Ezt meg honnan veszed? Talán mert pont úgy néztek ki. Á, dehogy. Mi csak épp megnéztük, nincs-e még túl korán a felkeléshez. És túl korán van. Nagyon! Válaszolták kórusban a kuflik. Azzal el is tűntek az üregeikben, mintha ott se lettek volna. Sohasem. Gyerekek, de kár, hogy kimaradtam ebből a történetből, pedig én fafofákat is tudnék vágni. Sose együnk gombát reggelire. Pompás nyári reggel volt. Az égen, mint egy óriási, jókedvű sütemény mosolygott a nap. Erről a kufliknak rögtön eszébe is jutott, hogy mennyire éhesek. Nincs itt valahol egy büfé, kérdezte Zödön álmos hangon. Ez egy elhagyatott rét, emlékeztette Fityirc. Magunknak kell ennivalót keresnünk. Elmegyek gombát szedni. Ugrott fel Pofánka. A többieknek azonnal megtetszett az ötlet. Mindannyian szívesebben pihentek még egy keveset a langyos napsütésben, semhogy a réten csatangoljanak föl alá, és gombákat keresgéljenek a harmatos fűben. Hmm.
kiváló gombászó idő volt. Se nem túl felhős, se nem túl napsütéses. Nem is füllett, de nem is túl szeles. Nyírkosnak sem nyírkos, de nem is szárazabb a kelleténél. Egy szóval, jó idő volt, na. Alig ugrándozott egy keveset, pofánka már is észrevett a fűben néhány gyönyörű, színes kalapgombát. Jaj, de jó! Kiáltott boldogan, és már nyúlt is volna az egyikért, hogy leszedje. Vigyázz velem! Szólalt meg ekkor a gomba. Varázsgomba vagyok. Ha eszel belőlem, mókus alakú léggömbé változol. Nem hiszem, mondta pofánka. Próbáld ki! Vonta meg vállát a gomba. A gombáknak nincs is válluk, gondolta pofánka, azzal beleharapott a gomba kalapjába. Közben a többi kufli egyre éhesebb lett. Hol lehet pofánka? Kérdezgették egymást aggodalmasan. Megnézem, nem történt-e vele valami baj? Mondta végül Titusz. És így is tett. Igen ám, de hasztalan ugrált fel alá az elhagyatott réten pofánkát, nem találta sehol. Szia! Nem láttál erre felé egy gombászó kuflilányt? Kérdezte egy rét felett lebegő, hatalmas piros mókustól. Én vagyok az! Válaszolta a mókus. Egyáltalán nem vagy vicces, mondta bosszúsan Titusz. Nem tréfál, tényleg ő az? Szólalt meg ekkor egy gomba a fű közül. Evett a kalapomból, ezért változott léggömbé. Hamarosan visszaváltozik, legyintett a gomba könnyedén. Csak egészen keveset evett belőlem. Úgy látszik, más reggeli után kell néznünk, állapította meg Titusz szomorúan. Megfogta hát a léggömb zsinórját, és tovább ugrándozott a harmatos fűben. Hirtelen megtorpant egy táblánál, ami nagy betűkkel ez állt. A rét közepe. Nézd körül, pofánka! Hát, ha fentről meglátsz valamit, amivel megtömhetjük a hasunkat. Pofánka libbent egyet, és körbe pillantott. A következőket látta. Jobbra egy csomó zöldellő vacsóska bokor, balra egy sárga vadrépaföld. A láthatáron barna vadzabot lenget a szél. Ha erre nézett, égszínkék vadkrumpli cserjék. Ha arra nézett, két pirosló vadalmafa. Hátrafordult, egészen közel érett vadmarcipánok lilulnak. A távolban meg! Na, ott történetesen nem volt semmi érdekes. Azám, de ebben a pillanatban pofánka csiribá! Visszaváltozott kuflivá. Még szerencse, hogy volt időm körülnézni, mondta, miután szuszogva feltápászkodott a harmatos fűből. Azzal siettek is, hogy megvigyék a jó hírt éhes barátaiknak. Vacsóska? Vadrépa? Vadzab? Vadkrumpli? Vadalma? Vadmarcipán? Kiáltozták elképedve. Pofánka gyorsan elővette féltve őrzött zsírkréta készletét, és lerajzolta nekik, hogy mit látott odaföntről. Egész ügyes rajz lett, úgyhogy most már az összes kufli tudta, merre induljon reggelizni. Zödön a vacsós kabokról felé. Titusz a vadrépa földre, Bélabá oda, ahol vadzabot lenget a szél, Valér a vadkrumpli ligetbe, Hilda a vadalmafákhoz. Pofánka meg, nos, ő oda, ahol a vadmarcipán terem. Ja, és fityírc meg sorban az összes helyre, mert hogy mindegyiket meg akarta kóstolni. Az összes kufli talált hát valami fogára valót. Nem csoda, hogy mindannyian degeszre ették magukat. Csak hevertek a fűben a kupac körül, és szuszogtak elégedetten. Nem volt kérdés, hogy egész nap ez lesz a program. Heverészés, meg szuszogás. Így aztán sok mesélnivaló már nincs is erről a napról. Talán csak annyi, hogy pofánka megígérte nekik, mindenkinek lemásolja majd a rajzát kicsiben, hogy tudják, mit merre találnak, ha ismét megéheznének.
Ez legkésőbb kora délutánra volt várható. De aztán tényleg nem volt más. Csak lustálkodás napestig. Pofánka, légy szíves, azt is rajzold rá, hol teremnek a varázsgombák?